Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Áttekintésemben a felekezetek és a magyar állam kapcsolatának alakulását 1848-as metszetben, a nyugati világban kibontakozó fejlődésre tekintettel kívánom bemutatni. Diasorom címlapjára mégis János apostol tanítványának, Szmirnai Polikárpnak a képét választottam, mert a téma üzenete kortól független. Az emberi szellem felett kényszer gyakorlása teljes mértékben hiába való, mivel az ember erkölcsi lény és döntéseinek csak akkor van erkölcsi értéke, ha azok szabad akaratból születtek. Ezt az egyháztörténelem mintegy 2000 éve alatt sokszor bebizonyult tanulságot a polgári modernizáció korának szabadelvű magyar politikusai több oldalról is megfogalmazták, elsősorban azokra a problémákra, a summum jus patronatus gyakorlásának kérdésére, az egyházi autonómia és a felekezeti jogegyenlőség ügyére koncentrálva, melyek a korabeli magyar közéletet a vallási viszonyok tekintetében izgatták. A jogegyenlőség következetes érvényesítése iránti igényt olvashatjuk ki Veselényi szavaiból. Míg Eötvös arra figyelmeztet, hogy minden emberi jogoknak teljes tisztelete azon alap, melyen egy szabad alkotmány épülhet. Mivel 1848 az egyházak és az állam közötti viszony tekintetében töréspont volt csupán, nem megoldás. Érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a megoldás, azaz az a 90-es éveknek a reformhulláma idején, hogyan értékelték a kérdést. Gróf Csáky Albin, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a vallás felekezeti és a vallás nélküli állam közötti átmeneti kategóriaként kora magyar rendszerét említette, mely szerint az állam a felekezetek felett áll, de nem ideológia nélküli, és azon iparkodik, hogy a felekezetek érdekeit egymással egyeztesse. Látta a kor kívánalmait, és azokat az ellentmondásokat, melyek a polgári jogegyenlőség elvével szemben ekkor fennálltak. Épp ezért ideálisnak e három forma közül az amerikai megoldást tekintette, szavait idézve a vallás nélküli államot, melyben a törvényhozás, illetve a bírói jogalkalmazás kompetenciája csupán arra terjed ki, hogy a határvonalakat meghúzza annak érdekében, hogy a lelkiismeret és vallásszabadság jogával való élés ne másnak ugyanerre a jogra irányuló jogát sértse. Hasonló véleményt fogalmazott meg a reformkor éveiben Zichy Otto is. Figyelemre méltó, hogy a német térség egyházi viszonyait csak a toleráns hugenottákat és izraelitákat is befogadó Poroszország kapcsán említi, mint ahogy a század utolsó harmadában sem kínvált követendő mintát a megkésett német modernizáció a magyar politikai elit számára. Angliában az egyházi viszonyok modernizálására a felekezeti jogegyenlőség jegyében csak a 19. század második felében kerülhetett sor, ekkor is olyan módon, hogy a body politic karjaként funkcionáló anglikán egyház megőrizte állam egyházi jogállását. Nem jelenthetett modellt a francia egyházpolitika sem. A 18. század végén a radikális, minden tradíciót félresöprő ideológiai és államszervezeti átalakítást sok tekintetben visszarendeződés követte, az állam és az egyházak közötti viszony alapvetően a rendszerváltások jellege szerint alakult, a köztársasági, illetve a monarchikus államformához igazodva. A magyar reformkor az Orráni Lajos Fülöp királyságával esett egybe, a gallikanizmus egyházpolitikai rendszerének az újraélesztésével, miközben a következetes elválasztás elvén alapuló francia modell csak a magyar egyházügyi modernizációt követően 1905-ben nyert végleges formát. Nos, az általunk ismert amerikai modell, melynek alkotmányos megalapozása az 1791-ben megfogalmazott Bill of Rights első cikkelyében történt, sem volt még kiforva a magyar reformkor idején, hiszen az első szövetségi legfelsőbb bírósági döntés e cikkely értelmezésére csak 1878-ban született meg. Az azonban Európából is tisztán látszott, hogy a 13 keleti parti angol gyarmat az anyaországtól való függetlenedés után
a vallási sokszínűség következtében alakított ki olyan föderális alkotmányjogot, melyben az állam egy felekezetet sem részesíthetett előnyben a többivel szemben. Úgy tűnik, ez a vallási sokszínűség volt az oka annak, hogy a magyar liberális reformhullámok idején a működőképesnek bizonyult amerikai modellt előszeretettel használta hivatkozási alapul a politikai elit az egyházügyi modernizáció tekintetében. Az 1848. évi alkotmányos forradalom során a magyar katolikus püspöki kar jobbára defenzív politikát folytatott. Az eddigi államegyházi pozíció elveszítése az 1848. évi 20. törvénycikkben és az autonómia mozgalom sikertelensége miatt arra törekedett, hogy a magyar király legfőbb kegyúri jogához olyan vitatott jogi kérdéseket is hozzáillesszenek, amelyek eldöntését az országgyűlés hatásköréből kikívánták vonni. Mindennek a hátterében sajnálatos zavar uralkodott a szakirodalomban, és ennek következtében a politikai érvelésben is. Abban a tekintetben, hogy mit jelent az úgynevezett főkegyúri jog, mi különbözteti meg azt a király kegyúri jogától, illetve apostoli jogától, és hogy mindezek milyen kapcsolatban vannak az állami szuverenitással. A summum jus patronatus, a legfőbb kegyúri jog érvényesülése az 1700-as évektől a magyar püspöki kar támogatásával vette kezdetét. Első Lipót kiterjesztett hatáskörét az apostoli királyság eszméjére alapította. A jus patronatus regiae majestatis tartalmát messze meghaladva nem csak vagyonjogi kérdésekben, hanem az egyházi joghatóság és kormányzat vonatkozásában is korlátlanul rendelkezett az uralkodó, befolyása alá vonta a vallási oktatást és a papi fegyelmet is. Az apostoli király címet viselő Mária Terézia uralkodása idején a legfőbb kegyúri jog, a summum jus patronatus, a jogirodalomban általában mint egy rövidítve főkegyúri jog, jus supremi patronatus megjelöléssel a magyar király különböző jogosítványainak összegzéseként nyert értelmezést. Ezek a jogosítványok részben voltak csak pozitív természetűek, és nem csak a katolikus egyházra vonatkoztak. Lényegében tehát ezek értelmezés szerint két részre oszlottak. Az uralkodónak a katolikus egyház irányába gyakorolt jogaira, valamint a jura circa sacra körében értett közjogi jellegű legfőbb felügyeleti jogra, jus supremi inspectionis, amelyet az állam minden egyház irányába gyakorolt. A legfőbb kegyúri jog azonban nem tartozott az állam területén lévő minden felekezettel szemben kifejtett királyi felségjogok, így a legfőbb felügyelet és a védelem joga közé, amelyek az állami főhatalom megnyilvánulásaként nyertek értelmezést. A királyt illető kegyúri jog gyakorlásával részleteiben csak az utolsó rendi országgyűlés foglalkozott. Míg 1848. március 23-án az alsótábla elfogadta a felelős magyar minisztérium felállításáról szóló törvényjavaslatot, a felsőtábla egyházi tagjai körében vita bontatkozott ki a kegyúri jog gyakorlásának kérdésében. A középkori eredetű és az egyház által hallgatólagosan vagy kifejezetten elismert jogintézményt a főpapi kar ezt követően tudatosan egyházi eredetű jogként értelmezte, melybe ezért az állam nem szólhat bele. A püspöki kar álláspontja szerint a legfőbb kegyúri jog az uralkodó egyházi eredetű személyes kiváltságaként és nem reális jogként nyert értelmezést, amelyet a katolikus uralkodó pártfogói szándékkal tett tényleges intézkedéseire vezettek vissza. A szentesített törvény szerint az érsekek, püspökök, apátok és prépostok kinevezése rezervált jogként a királyt illette meg a továbbiakban is, amelyet a király személye körüli miniszter ellenjegyzésével gyakorolt. A javaslattételben a kultuszminisztérium működött közre, a pápai megerősítést érdekében pedig a király személye körüli miniszter fordult a külügyminiszterhez. A legfőbb kegyúri jog többi jogosítványa, így a vagyonfelügyelet és a kegyúri bíráskodás az eddigi dikasztériumi útról most a felelős minisztériumhoz került át, azaz parlamentáris, alkotmányos joggá vált. 1848 őszéig a Batthyány kormány és a katolikus egyház kapcsolata
Elsősorban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot vezető liberális katolikus Eötvös József tevékenységének köszönhetően kiegyensúlyozottan alakult. Főpapi kinevezéseknél az adománylevelet a Kultuszminisztérium katolikus egyházi osztálya készítette el, a miniszter ellenjegyezte azt, azonban a külügyminiszter ügyelt az előzményeknek megfelelő tartalomra, a királyi aláírás megszerzésére és az eskütételre. A Honvédelmi Bizottmány megalakítása, illetve Eötvös távozása után 1848. szeptemberétől az eddigi államtitkár Szász Károly vezetése alatt állt a minisztérium. A főpapi kinevezések vonatkozásában a függetlenség deklarálását követően nem volt, aki a királynak fenntartott jogokat gyakorolta volna. Így az egyházi méltóságviselő kinevezésének jogát 49. május 2-án Debrecenben szabályozták ideiglenesen a kormányzó és a kormány hatáskörének elválasztása kapcsán a Szemere kormány első minisztertanácsi ülésén. A főpapi kinevezési jogkör a kormányzó hatáskörébe került, míg a legfőbb kegyúri jog egyéb jogosítványait a kormány gyakorolta. A 19. századi Magyarországon az állam és az egyházi autonómia törvényi elismerése és biztosítása esetén is gyakorolta a maga szuverenitását a területén lévő egyházakkal szemben, a Jus Supreme Inspectionis, a Jus Reformandi és az Appellatio Tamquam ab Abusi útján. A Jus Supreme Inspectionis, tehát a legfőbb felügyeleti jog értelmében a szuverén felügyelte az egyházak működésének törvényességét. A Jus Reformandi gyakorlásáról abban az értelemben volt szó, hogy az állam magánhatározta meg azon feltételeket, amelyek mellett valamely egyházat a maga területén bevett vagy törvényesen elismert. Végezetül az Appellatio Tamquam ab Abusi az egyházak közhatósági jellegéből fakadó azon joguk volt, hogy híveik felett e hatósági jogaikat gyakorolhassák. A magyar állam és a római katolikus egyház közötti jogviszony polgári államépítési elvekhez történő igazítása, azaz a katolikus autonómia ügye az 1848. évi áprilisi törvényeket követően elsősorban a magyar püspöki kar és az elkötelezett liberális katolikus értelmiség hatására került napirendre. Törekvésük az elvek tekintetében több, a gyakorlati megvalósítás tekintetében már kevesebb támogatást nyert. Az autonómia újfajta értelmezése 48-ban az államegyházi pozíció elvesztése, majd a vagyoni szekularizációtól való félelem következtében jelent meg a katolikus egyházban. Autonómia alatt ekkor a világi híveknek az egyházi kormányzatban való tevőleges, aktív részesítését és az ezt végző jogi szervezetet értették. A világi elem részvétele, amely kötelezettségként, nem jogként nyert értelmezést, csakis az úgynevezett külső ügyekre vonatkozhatott. Nem jelentette a szervezet elkülönülését a római egyháztól, és nem lehetett olyan mértékű, hogy a pápa vagy a püspökök jurisdikcióját csorbítsa. 1848. szeptemberében Horváth Mihály csanádi püspök vett át a kultuszminiszteri tárcát. Horváth szabadelvű autonómia tervezete és maga az autonómia szervező gyűlés azonban sikertelennek bizonyult. Az önkényuradalom időszaka az autonómia mozgalom szempontjából nem volt kedvező periódus. Az 1850. augusztus 24 és szeptember 1 között lezajlott titkos esztergomi püspöki értekezleten az aktuális kérdések tárgyalására került sor. Ezek köréből az autonómia ügye már kimaradt. Az 1853. március 5-én kelt memorandumban Citovszky prímás, Kunszt-kalocsai és Haulig-Zágrábi érsekek a konkordátum előkészítésével kapcsolatban a vallás és tanulmányi alapkatolikus egyházi tulajdonként való elismerését kérték, valamint azt, hogy azok kezelésére a püspökök közreműködésével kinevezett bizottságot hozzanak létre. Ez az elképzelés nem valósult meg, sőt az 1855. évi konkordátum több olyan jelentős változást is bevezetett, amelyek az önkormányzatiság eszméjét lassan elaltatták. A mozgalom okafogyottá vált, majd csak Eötvös programjához igazodva az 1870-71-ben, illetve később 1897 és 1902 között jelent meg újra az autonómia szervező kongresszusokon.
A luteri és a kálvini protestáns egyházak autonómiája a királyhágó innenső oldalán fokozatosan épült ki, az 1799-ben egyedik évi 26. törvénycikk alapján, amely lehetőséget adott arra, hogy a protestánsok egyedül saját elöljáróik alá tartozzanak, de fenntartotta magának azt a jogot, hogy az egyházak belső szabályzatát rendezze azok helyeslésével. Ez a történetileg kifejlődött egyházi és iskolai ügyekre kiterjedő autonómia a 18. század végétől az 1848-49. Évi forradalom és szabadságharc leverését követő időkig fennállt és működött. Amikor 49. augusztus 13-án világosnál a szabadságharc jászos vége bekövetkezett, számítani lehetett arra, hogy a rend helyreállítása kiterjed majd a két evangélikus egyházra is, amelyek tetemesen hozzájárultak ahhoz, hogy a protestáns alapokon nyugvó, de az több tekintetben túllépő, etikus nemzeti hitvallásuk a magyarság nagy részét egységbe forrassza. A bécsi apostoli nunciusok jelentései alapján tisztán látható, hogy a törvényesen elismert felekezetek jogegyenlőségének elvi fenntartása az olmüci alkotmányban, a jogait lázadásával eljátszó Magyarország vonatkozásában vajmi kevés jelentőséggel bírt. A szabadságharc leverését követően kísérletet sem tettek arra, hogy a két magyar evangélikus egyház képviselőit olyan közös tanácskozásra hívják, mint amelyre a katolikus egyház vonatkozásában Bécsben, még a szabadságharc alatt a magyar hercegprímás részvételével került sor. A Hajnauhoz köthető Gesamtkirche koncepció, majd a protestáns pátens 1859-ben, sikertelennek bizonyult, azonban az autonómia újrateremtése csak több évtizedes megkésettséggel valósulhatott meg a századforduló éveiben. Az izraelita egyházi autonómia ügye a 19. századi Magyarországon egy összetett kérdéskör részeként jelent meg. A reformeszmék elterjedése következtében az 1839-40. Évi rendi országgyűlésen a liberális ellenzék javaslatot tett arra, hogy a zsidók kapják meg mindazokat a jogokat, amelyekkel a nemnemesek rendelkeznek. A beolvasztási célzat nyilvánvalónak tűnik, hiszen az országgyűlés a magyar nyelv ismeretét a vallási funkció betöltésének feltételéül állította. Eötvös József csak 27 esztendős ifjú volt, amikor 1840. március 31-én a főrendek előtt azon meggyőződésének adott hangot, hogy csakis az emberi jogok teljes tisztelete képezheti egy szabad állam alkotmányának az alapját, és a zsidók jogegyenlősítése az országban kisebbséget alkotó magyarság erejének növekedését fogja eredményezni. Egyetértés uralkodott a tekintetben is, hogy az ország gazdasági érdeke miatt legalábbis a zsidók jogállásán javítani kell. Véleménykülönbség csak abban volt, hogy a jogokat mikor kell megadni. A konzervatív felfogás szerint a jogegyenlősítésre a nyelvi és vallási elkülönülés felszámolása, azaz lényegében az asszimiláció után kerülhet sor, míg a liberális álláspont szerint pontosan a feltételek nélküli egyenlősítés az, ami a beolvadást majd elősegíti. S hogy esetleg integrálásról is szó lehet a beolvasztás helyett, erre az álláspontra Kossuth is csak későn, 1851-ben jutott el, amikor egy kultúrautonómiára építkező államberendezkedés alkotmányos tervét papírra vetette. Az 1848-49-es folyamatokba ágyazva három emancipációról szóló törvényjavaslat került az utolsó rendi, illetve a népképviseleti országgyűlés elő. A Szentkirályi Móric, Kálai Ödön, majd Szemere Bertalan által előterjesztett hármasban, Szemere kormányjavaslata mérsékeltnek mondható, a 48-as szabadelvűséghez méltatlan Szentkirályi féle és a következetesen liberális Kálai féle javaslathoz képest. Közös vonásuk volt, hogy mindhárom lehetővé tette a zsidó-keresztény vegyes házasságot. Az ilyen házasságból született gyermekek Szentkirálynál keresztények, Kálainál atyjuk vallásában neveltetnek, Szemere azonban ezt a kérdést, bár nyilvánvaló, hogy rendkívül fontos volt, nem rendezte.
Szent királynál a kifejezett cél a teljes beolvasztás volt. Kálai polgári és vallási tekintetben is egyenjogúsított volna, Szemere csak a politikai és polgári jogok tekintetében rögzítette, hogy a törvényesen megtelepedett Mózes vallású lakosok vonatkozásában a felekezeti hovatartozás különbséget nem képez. Az izraelita felekezet közjogi helyzetéről és a felekezeti és a vallási egyenjogúsításról szót sem ejtett, sőt az általános elvárásnak megfelelően a vallásreformot és a kor kívánataival megegyező egyházszervezet kialakítását sürgette. Így a javaslat a belügyminisztert kötelezte arra, hogy a Mózes vallásúak papjainak, ezt idézőjelbe tejve mondtam, és képviselőinek részvételével gyűlést hívjon össze. Az indoklásban kimondva is szerepelt a cél, a társadalmi és nemzeties egybeforrásról, a nemzetbe való beolvasztásról volt szó itt is, a neológia előtérbe helyezésével, a keresztény egyházi autonómiához hasonló szervezet megalkotásával. A liberális meggyőződési politikusok szemében az úgynevezett zsidó ügy a kiegyezés előestéjén sem önmagában, hanem a vallásszabadság kérdésével egyben jelentkezett. Hogy a törvényjavaslatot általánosságban és részletes tárgyalás során is lényegében vita nélkül elfogadták, az 1867. évi 17. törvénycikről van szó, a képviselők és a főrendek is, elsősorban azzal magyarázható, hogy a francia típusú kulturális redukció a zsidóságot vallási területre szorította vissza. Az izraelita kifejezés a törvény szövegében azt jelentette, hogy a keresztény felekezetek egyikébe betért személy asszimilálódott, csak az izraelita maradt, tehát zsidó. A kulturális redukció folyamatába illeszkedett a kormányzat kezdeményezésére megalkotott neológ autonóm szervezet is, amely a neológ ortodox elkülönülés előidézőjévé vált. Ezek az asszimilációs impulzusok a reformkortól kezdve nyomon követhetők a törvényhozás menetében és a társadalmi változások terén ugyanakkor könnyen fellelhetők a disszimilációt gerjesztő jelenségek is. Ilyenek voltak 1848 tavaszán a zsidó ellenes zavargások, az úgynevezett zsidóhatalom megtörésére létrejött országgyűlési antiszemita pártkör, majd az országos antiszemita párt, amely iskolci 96-os visszavonulásáig sikeresen tevékenykedett annak ellenére is, hogy a 48-49-ben rögzült nemzetfelfogást magáénak valló politikai elit elutasította az antiszemitizmust. Mindezek a többé-kevésbé sikeres reformok nem csak az egyházak és a magyar állam kapcsolatát, hanem az egyházak egymással való viszonyát is új irányba állították be, sajnálatos módon 48-ban még megnyugtató eredmény nélkül. A vallásszabadság és a felekezeti jogegyenlőség területén az államegyháziságot megszüntető és a bevett vallások koordinációs rendszerét létrehozó 48. évi 20. törvényciket, majd a kettős szemléletmódot tükröző 1867-68. Évi egyházi viszonyokat érintő törvényeket követően jelentős változásra csak az 1894-95-ös években kerülhetett sor. A 48-as párti Irányi Dániel, Pécs szabad királyváros képviselője, jegyzem meg büszkén, a költségvetési viták során újra és újra felszólalva ismételte meggyőződését. A vallásszabadság az ember legértékesebb és legszentebb kincse, és az a haza, amelyben a vallásszabadság biztosítva nincs, a polgárosodás legjelentősebb kellékében szűkölködik. Amikor pedig az izraelita és neoprotestáns gyermekeket kényszerűen elkeresztelték több esetben, és ez ellen tiltakozott, amiért pártársai megrótták, a következőképp válaszolt Irányi. Most nem protestánsként szólok. Képviselőként és hazafiként beszélek. Aki ilyen durva botrány alapján nem jön lázba, annak fogalma sincs a jogról és az emberiességről. Nem fér bele ennek az előadásnak a kereteibe az, hogy a kultúrharcot kiváltó 1890. évi elkeresztelési rendelet következményeiről szóljunk. Elég csak megjegyezni azt, hogy hazánkban a vallásszabadság és a felekezeti jogegyenlőség ügye lépésről lépésre, nagy-nagy szünetekkel tarkítva tudott előtérbe kerülni.
1848-ig, bár kezdeményezések voltak, hiányzott az akarat. A múlt súlyos hagyatéka ránehezedett azokra is, akik a kor kívánalmait szem előtt tartották. Mondják, 48-ban az idő volt kevés. Volt azonban elég a zsigeri gyűlöletben is, amelyet az olyanok, mint Szemere, Asztalos vagy Sné meggátolni nem csak csitítani tudtak. 1867-ben az átfogó, következetes reformok megint csak elmaradtak, bár a liberális elvekből nem volt hiány. Amikor a 19. század utolsó évtizedében a szabad elvű párti kormánynak lehetősége adódott arra, hogy ne csak nevében hordozza ezt a jelzőt, a mélyre nyúló gyökerek kompromisszumra kényszerítették. Eötvös József szavaival szeretném ezt a rövid áttekintést zárni. Eötvös 1870. február 16-án a Kultusztárca költségvetésének vitája során kifejezte szilárd meggyőződését, hogy, idézem, alkotmányos országban mindenben az egyenlőség elvéből kell kiindulni, és a valamennyi felekezet tökéletes szabadságát biztosító amerikai modell a szabadságrendszere széles körben gyökeret fog verni, vélte. Ha e víziót, mint realitásokat nélkülözött feledjük is, azt nem feledhetjük, hogy a civil társadalomban az egyik intézmény jogfosztása minden más intézményt is érint. Köszönöm szépen a figyelmet.